a választott szülőfalum az Nekézseny, ahol a szüleim több mint 20 évig voltak lelkipásztorok, és én is a gyermekkoromat ott töltöttem, ahol kötődnek az első emlékeim. A gyermekkoromhoz természetesen a rendszeres templomba járás kötődik, hiszen édesapám volt a lelkipásztor, édesanyám a kántorő, orgonált, nagyon emlékezetes igehirdetések, istentiszteletek vannak, ahol láttam azt, hogy ennek a közösségnek a lelke meg van szólítva. Ami számunkra a gyermekkorban meghatározó volt, azt nem is vettem mindig jó néven, megmondom őszintén, az, hogy az első a szolgálat. Az Isten szolgálata, a gyülekezet szolgálata, az emberek szolgálata, és a család csak utána jön. Tehát az, hogy mi a legintimebb karácsonyi szentestékre is meghívtunk olyan embereket, akik magányosak voltak, akiknek gondjaik voltak, ezt megmondom őszintén, akkor rossz néven vettem, de ma ez nagy példa előttem. A református lelkészeknél ez a legendás szólás, hogyha ők megkérik a kezét a mennyasszonyoknak, akkor azt mondják, hogy eljössz-e hozzám harmadiknak. Az első az Isten, a második a gyülekezet, és te vagy a harmadik. Édesanyámnak a 445. ebben az énekeskönyvben, amit még használunk, dicséret volt a kedvenc éneke, szólsz hozzám Istenem, s én választ adni készen. Halálos ágyán, hogy ő elment, ott állt körülötte az egész család az utolsó órán, és ezt az éneket énekeltük neki az ő kérésére, amiben egyszerre van benne a hitnek a küzdelme azért, hogy méltóak legyünk az isteni üzenetre, meg az a fölszabadultság, hogy ha méltatlanok vagyunk, ő akkor is méltóvá tesz bennünket. Édesanyámnak az eredeti foglalkozása szülésznő volt, de ő kántorizált, mert hát rendes polgári iskolában megtanult zongorázni, és aztán egy kántorképzővel ezt átkonvertálta a kántori szolgálatra. Az emlékem az, hogy minden ifjú párnak a templomba ő azt adta ajándékba, hogy énekelt egy gyönyörű szép éneket, gyönyörű hangja volt, és a legnagyobb élményem, amikor mi kis furúja zenekarba játszottunk, Béres János fém furújáján, és az egyik nagy péntek este az volt az én kiváltságom, még egész kisgyerek voltam, hogy én furujáztam, és a 22. Zsoltárt, Jézusnak a szenvedő Zsoltárát, amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a 22. Zsoltár megidézése a Golgotán, azt édesanyám énekelte az úrasztalától, én pedig furuján kísérhettem, és ez egy örök emlék marad. Az édesapám egy szigorú ember volt, és mindig elégedetlen volt velem. Nehezményezte, hogy úgynevezett politikus lettem. Én sem mindig azzal vágtam vissza, hogy te is mindig politikus szerettél volna lenni, csak nem volt rá lehetőséged, mert valóban ő ifjú szociáldemokrataként kezdte a II. Világháború után, csak aztán, amikor a kommunisták leszalámizták a szociáldemokráciát, akkor hihetetlenül csalódott, és ennek teljesen hátat fordított, és elment lelkipásztornak. De nagyon jó politikai tanácsokat tudott adni, éppen mindig a szegényekért, a peremre szorultakért szólni, és nem engedni azt, és ez a legfontosabb egy politikusnak, hogy egy olyan szemüveget tegyünk föl, hogy mindent rózsásnak látunk, mert hát ha mi irányítjuk az országot, akkor minden csak jó lehet. És ő mindig fölhívta azokra a figyelmet, akik nincsenek ott a fókuszban, akiknek nincs hangja, akik némák. Ez a ház engem szerelmessé tett, és minden részletében ott van egy olyan üzenet, az akkori mának, meg a mai mának, amit érdemes megfontolni és érdemes megtartani akkor, hogyha az ember valóban a közügyeket akarja szolgálni. 1998. augusztusában léptem be először az országgyűlésbe úgy, hogy aztán itt lett a munkahelyem. De egyébként 1990-ben, amikor
a Fidesznek az egyházpolitikai tanácsadója lettem, akkor tanácsadóként már bejártunk, akkor itt káosz volt egyébként, hogy mondjam azt, egy ilyen kreatív káosz, mindenki, majdnem mindenki azt csinált, amit akart. Ez egy igazi rendszerváltoztató hangulat volt, hogy mi itt most együtt, meg egymás ellen, meg úgy, ahogy egymással a szövetségben most építjük azt a Magyarországot, amelyik bízunk benne, hogy jobban hasonlít majd a régi szép arcára. ...1998 és 2002 között, mint a miniszterelnök főtanácsadója. Itt dolgoztam a Magyarországgyűlés épületében, és ez a kis sarok volt a miniszterelnöki főtanácsadóknak a titkársága, aminek én voltam a vezetője, és volt itt egy kis sarokszoba, amit nagyon megszerettem, rögtön az első perctől 4 évig itt voltam, és aztán kiderült, hogy ez volt az a szoba, ahol Bibó István a legendás nyilatkozatát írta, hogy a nemzetközi jog alapján 1956-ban a szovjet megszállás az ellentétes a nemzetközi joggal, úgyhogy még külön megemelte számomra az értékét. Az alakoknak a megformázása van itt, azoknak a hivatásoknak, foglalkozásoknak, amik arra figyelmeztetik a képviselőt, hogy te nélkülük nem lennél semmi. Te őket képviseled, és neked nélkülük nincs igazán hatalmad, nélkülük nincs ország, nélkülük nincs nemzet. Édesanyámnak a halálos ágyán volt az a mondása, amikor ott hagyva a szavazást, amikor megválasztottak az Emberi Jogi Bizottság elnökének a parlamentbe, rohantam hozzá, mert az utolsó óráit élte, és akkor megkérdezte, hogy mi újság, és mondtam, hogy most választottak meg egy bizottság elnökének az országgyűlésen, és akkor azt mondja, annyit mondott ilyen rebegő szavakkal, hogy nem baj, te úgyis mindig lelkipásztor maradsz. És ezt én egy örökségnek is tekintem, és tekintettem, és igyekeztem anélkül, hogy a papot játszottam volna miniszterként, vagy a minisztériumban, igyekeztem hűségesnek maradni ez a küldetéshez. Abban bízok, hogy azt a tudást, részben amit a hibáimból tanultam, meg az elrontó dolgokból, részben azt, ami sikerült, azt tudom a szűkebb közösségem, a magyar református keresztény közösségnek a javára hasznosítani.